A kritikák keresztüzébe került Jürgen Klopp az új állása miatt. Szoboszlai Dominik reális célnak tartja a bajnokok ligája megnyerését. Minden jel arra utal, hogy Erik marad a Manchester United edzője. Súlyosbodott a vád a fogadási botrányba keveredett Lukás Pakéta ellen. Ismét inog a kispad az AC Milan irányító Paulo Fonseca alatt. Bejelentette visszavonulását a minden idők egyik legjobb középpályásának tartott Andrés Iniesta. Üdvözlünk titeket a Tikitaka tv ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb foci hírekről. Sokkoló hírt közöl tegnap este a Panathinaikos. 31 éves korában elhunyt a klub Angliában született 12-szeres görög válogatott játékosa George Baldock, aki tavaly a Sheffield United-től igazolta a Kleinheisler Lászlót is foglalkoztató Aténi Egyesülethez. A helyi sportcsajtó szerint a védőt az Atén egyik külvárosi negyedében bérelt lakásának medencéjében a villa tulajdonosa találta meg Holtan, aki a játékos Angliában élő felesége kérésére kezdte előtt keresni, mivel a hölgy egész nap nem tudott kapcsolatba lépni a férjével. Úgy tudni a megtalálás, akkor Baldok már órák óta halott lehetett. Így a tulajdonos hiába riasztotta azonnal a mentőket, sajnos már nem lehetett segíteni a játékoson, akivel egyes meg nem erősített hírek szerint szívrohan végezhetett. Beigazolódott a Liverpool félelme a kapus Alison Becker sérülése kapcsán, aki a csapat múlt szombati Crystal Palace elleni járt szerencsétlenül. A legismertebb olasz újságíró Fabricio Romano ugyanis tegnap arról számolt be, hogy értesülései szerint a mörziparti klub orvosi stábja által elvégzett legújabb vizsgálatok megerősítették, hogy a brazil hálóőr zombizma valóban megsérült az előbb említett bajnokin, ami miatt nagyjából 6 hétig nem állhat majd vezető vezetőedző rendelkezésére. Mindez azt jelenti, hogy a Premier League mostani eddig csupán két gólt kapó 32 éves kiválóságnak a Chelsea, az RB Leipzig, az Arsenal, a Brighton, a Bayer Leverkusen és az Aston Villa elleni meccseket is ki kell hagynia, és várhatóan csak a novemberi válogatott szünet után lépett ismét pályára. Az FC Barcelona és a spanyol válogatott egykori legendás középpályása Andrés Iniesta kedden egy sajtótájékoztató keretein belül hivatalosan is bejelentette a labdarúgástól való visszavonulását, amit már egy nappal korábban, október 7-én egy a közösségi oldalain közé tett videóban is belebegtetett, mégpedig könyvelábat szemekkel. Szerettem volna köszönetet mondani mindazoknak, akik eljöttek, és mindazoknak, akik nem tudtak eljönni erre az eseményre ezen a különleges napon. Engedjék meg nekem, hogy ma elérzékenyüljek. Soha nem gondoltam volna, hogy ez a nap egyszer eljön. Ezek a könnyek, amelyeket a napokban hullajtottam, az érzelmek és a büszkeség könnyei. Kezdte mondandóját a 40 éves expocista, majd így folytatta. Ezek nem a szomorúság, hanem annak a fuentálbíjai kisfiúnak a könnyei, aki egykor arról álmodozott, hogy labdarúgó lesz, és ezt rengeteg munka és áldozatvállalás után sikerült is elérnie, anélkül, hogy valaha is feladta volna. Megvalósítottam az álmomat, hogy profi labdarúgó legyek, hiszen ez volt az, amire a legjobban vágytam. Mondta Iniesta, akitől többek között Lionel Mes Messi is egy az Instagram oldalán közzétett sztoriban, amiben az argentin klasszis a következőket üzente egykori barcelonai csapattársának. Az egyik legvarázslatosabb csapattársam voltál, akivel a legjobban szerettem játszani. Hiányozni fogsz a labdának és nekünk is. Mindig a legjobbakat kívánom neked, te egy fenomén vagy. Üzente Messi Iniestának, akinek a visszavonulása kapcsán még a Barcelona legnagyobb riválisa, a Real Madrid is megjelentetett egy hivatalos közleményt, amely így szól. A Real Madrid annak elnöke és igazgató is szeretné kifejezni elismerését, csodálatát és szeretetét a spanyol és a világ labdarúgásának egyik legnagyobb legendája iránt, akinek a 2010-es dél-afrikai világbajnokság döntőjében elért ikonikus góljára minden spanyol szurkoló örökké emlékezni fog. A Real Madrid sok szerencsét kíván neki és családjának életének eme új fejezetéhez. Búcsúzkodott a Királyi Egyesület a VB és EB győztes ex aki a keddi sajtótájékoztatóján azt is elárulta, hogy a jövőben is a futball világában szeretne tevékenykedni és hamarosan neki vág az edzőképzésnek is. Látogass el partner oldalunkra a büntetőpontkomra, ahol a friss foci és egyéb sportágakkal kapcsolatos hírek mellett elemzések, sportszakmai tartalmak, könnyed ismeret terjesztő cikkek, portrék, illetve a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel készített exkluzív interjúk is várnak rád. Az oldal pontos elérhetőségét megtalálod a videó leírásában. Az AC Milan belügyeiben általában jól értesült újságíró Daniele Longo szerint ismét erősen inogni kezdett a kispad a éri irányító Paulo Fonseca alatt. A Milán élére idén nyáron kinevezett portugál tréner már szeptember közepén is közel állt a menesztéshez, miután csapata kiábrándítóan kezdte az új idényt. A bajnokságban akkor a négy forduló alatt megszerzett öt pontjával a Milán csupán a középmezőnyben foglalt helyet a tabellán, majd jött a Liverpool elleni hazai bajnokok ligája meccs, amelyen a piros-feketék kilátástalan játékkal szenvedtek sima 3 1 vereséget Szoboszlajék ellen. Emme mérkőzés után pedig arról szóltak a hírek, hogy amennyiben a Milán a soron következő Inter elleni bajnokiát is elbukja, akkor Fonszéka biztosan lapátra kerül. Azonban a Lombard együttes hatalmas meglepetésre megnyerte a városi derbit, majd az azt követő Lecce elleni bajnokiát is. Ennek hála pedig ekkor a Milán már a tabella élmezőnyéhez tartozott a szériában, így a Luzitán mester megtarthatta állását. Az idilli állapot azonban nem tartott sokáig, hiszen a Milán az azóta lejátszott két meccsét egyaránt elbukta. Előbb a Leverkusen ellen a BL-ben, majd múlt vasárnap a Fiorentina ellen a bajnokságban, ami után ismét veszélybe került Fonszéka állása. Mindenről a Calcio Mercato újságírója Daniele Longo számolt be, aki szerint az együttes következő három, az Udinéze, a Bologna és a Napoli elleni bajnoki meccse sorsdöntő lehet a portugás sorsát illetően, és ha ezeken a találkozókon nem gyűjt legalább 7 pontot a csapat, akkor Fonszékának fel kell készülnie arra, hogy a klubvezetők elköszönhetnek tőle. A mostani szezon végén távozik a Manchester City-től a klub sikerességének egyik legmeghatározóbb alakja. Az Egyesület futballigazgatójáról, Csiki Begiristányról van szó, aki 2012. októberében érkezett a Manchesteri Star csapathoz, ahol a munkájának gyümölcseként a klub trófeagyűjteménye azóta 7 bajnoki címmel, egy bajnokok ligája trófeával, két FA-kupával, hat angol ligakupával, három angol szuperkupával, valamint egy-egy klubvilágbajnoki címmel és UEFA szuperkupával gazdagodott. Mindenről elsőként Atletik számolt be, amely szerint a 60 esztendős spanyol sportvezető eredetileg azt tervezte, hogy már 55 éves korában visszavonul, de annyira belemerült a city végzett munkájába, hogy ezt végül megtoldotta további 5 évvel. A portál emellett azt is tudni véli, hogy a City már meg is állapodott Begiristain utódjával, aki már 2025 elején csatlakozhat a klubhoz, és aki Fabricio Romano szerint az a Hugo Viana lehet, aki jelenleg a portugál Sportingnál tölt be hasonló pozíciót. Egyéb iránt egyes vélemények szerint Begiristain visszavonul, kiadása egy jel lehet arra, hogy a szerződése 2025 nyarán történő lejártával a csapat edzője Pep Guardiola is távozik a Manchesteriektől, hiszen a katalán mester nagyon kötődik egykori csapattársához, aki rengeteget tett azért, hogy az FC Barcelona és a Manchester City kispadjára is leülhessen. Ugyanakkor Guardiola sorsa a jövője alig, hanem inkább azon múlik, hogy a Man Cityre milyen büntetést rónak majd ki, már ha kirónak egyáltalán. Abban az ügyben, amiben a Premier League pénzügyi fair play szabályainak 115 rendbeli vádolják. Ha ugyanis a City emiatt esetleg kizárnák a Premier League-ből, akkor szinte biztosra vehető, hogy Guardiola nem hosszabbít, és jövő nyáron távozni fog a klubtól. A minap új fejlemények láttak napvilágot Lukasz Pakéta ügyében, akit azzal vádolnak, hogy megsértette a Premier League fogadásokra vonatkozó szabályait. A West Ham united erősítő brazil játékos ellen már bő egy éve vizsgálódik az angol labdarúgó szövetség, mert Pakéta a gyanú szerint 2023-ban négy Premier League mérkőzésen is szándékosan gyűjtött be sárgalapot annak érdekében, hogy a különböző fogadóirodáknál az erre az esetőségre pénzt feltevő, általa ismert Brazíliában élő személyek ebből hasznot Ez a már önmagában is nagyon komoly vád azonban a minap tovább súlyosbodott, mert hogy a 27 éves középpályást immár azzal is gyanúsítják, hogy nem működött együtt az ellene vizsgálódó hatóságokkal, és akadályozta a nyomozást. A The Sun szerint ugyanis azt követően, hogy az FE a vizsgálat megkezdésekor bizonyítékkeresés céljából 8 hétre lefoglalta pakét a telefonját, majd visszaadta azt a játékosnak, a minap újra bekérte a készüléket, csak hogy a játékos azt időközben kidobta és újat vásárolt helyette. Így a dél-amerikai nem tudott eleget tenni a szövetség kérésének, amely szerint Pakéta ezzel akadályozta az ellene folytatott vizsgálatokat. Ez pedig azt jelenti, hogy az angol szövetség most már nem csak illegális fogadással vádolja a Brazilt, hanem azzal is, hogy nem működött együtt a nyomozó szervekkel. És amennyiben bebizonyosodik Pakéta bűnössége, akkor nagy esély mutatkozik arra, hogy örök életére eltiltják a labdarúgástól. A Pakéta elleni eljárás tárgyalását egyébként jövő márciusra tűzték ki, a végleges ítélet pedig valamikor 2025 második felében születhet meg. you Szoboszlai Dominika minap exkluzív interjút adott a Menin Blazers nevű YouTube csatornának, amelyben többek közt arról is szótejtett, hogy milyen céljai vannak a Liverpoollal és mi a különbség Arne Slott és Jürgen Klopp között. Valamint arról is beszélt, hogy Erling Holland milyen módon segítette őt a pályafutás a korai szakaszában. Az új edzőnknél Arne Slottnál a labdatartáson van a hangsúly. Most nyugodtabbak, megfontoltabbak vagyunk, ami lehetővé teszi, hogy a technikásabb játékosoknak legyen elég idejük átgondolni, hogy mit csináljanak. Klopnál, ha labdát szereztünk, akkor egy kapura törtünk. Ez a taktika pedig működött is, hiszen sokszor szereztünk így gólt. Most viszont többet birtokoljuk a labdát, nyugodtabbak vagyunk és hátulról építkezünk. Jürgen volt ami 12. játékosunk, aki képes lett volna a pályára is befutni azért, hogy bemutasson néhány szerelést vagy ilyesmit. Az új menedzser hozzá képes sokkal nyugodtabb. Tudja, hogy ha megcsináljuk a pályán azt, amit kért akkor minden jól fog alakulni. Mondta Szoboszlai, aki arra a kérdésre, hogy milyen céljai vannak a Liverpoollal, a következőket felelte. Gyerekkoromban először a BL himnuszt akartam hallani a pályán, aztán gólt akartam szerezni. Aztán válogatott, majd a válogatott csapatkapitánya akartam lenni, és mindegyiket sikerült elérnem. Most pedig meg akarom nyerni a Premier league és a Bajnokok Ligáját is a Liverpool-lal. Szóval nagy terveim vannak, de mindig olyan célokat tűzök ki magam elé, amelyek reálisak. Jelentette ki Dominik, akitől azt is megtudhattuk, hogy jó barátja, Elling Holland milyen módon segítette a pályafutását, amikor együtt fociztak a Red Bull Salzburgnál. Sokat tanultam tőle, mert ő jóval érettebb volt hozzám képest. Ugyan mindössze három hónappal idősebb nálam, de olyan volt, mintha legalább három év lenne köztünk. Olyan tanácsokkal látott el, amelyekről soha nem gondoltam volna, hogy segíthetnek a fejlődésemben, de az idő múlásával rájöttem, hogy igen, igaza van, úgyhogy elkezdtem hallgatni rá, árult el honfitársunk. A Manchester United vezetősége kedden Londonban megtartotta azt a megbeszélést, ami állítólag a csapat vezetőedzőjének Erik Ten Hagnak a sorsáról is hivatott dönteni. Az 54 esztendős holland szakember irányításával az MU pocsékul kezdte az új idényt, és szeptember végén a Hotspur-től elszenvedett hazai 3 0 vereség után arról szóltak a hírek, hogy az együttes következő két meccse sorsdöntő lehet Tenhág Hag Manchesteri jövőjét illetően. Nos, a United a Porto elleni Európa Liga meccsen, valamint az Aston Villa elleni hétvégi bajnok bajnokin is csupán döntetlent tudott elérni. Így a bajnokságban 7 forduló után a 8 megszerzett pontjával csupán a 14. helyen áll a gárda. Amiután Tenhág komolyan elkezdhetett aggódni az állása miatt, és sokan úgy gondolták, hogy a vezetőség a válogatott szünet alatt utilaput fog kötni a talpára. Ennek eldöntésére is ültek össze kedden Londonban a Manchester United előjárói. Ám mivel a klub azóta sem jelentetett meg semmilyen hivatalos közleményt ezzel kapcsolatban, nagyon úgy tűnik, hogy Tenhág további bizalmat kapott a vezetőségtől és folytathatja a munkát az Old Traffordon. Így tudja ezt a klub belügyeiben általában jól tájékozott angol újságíró Sam Cohen is, aki tegnap az X oldalán megbízható forrásokra hivatkozva arról írt, hogy nagy valószínűséggel Erik Ten Hag marad a Manchester United menedzsere, a holland edző pedig továbbra is azon a véleményen van, hogy képes lesz kivezetni a csapatot a gödörből. Mi ebben azért nem vagyunk annyira biztosak, és ezek után alig, nem sok United szurkoló felteszi magának azt a kérdést, hogy vajon mit kellene tennie ahhoz Tenhágnak, hogy a vezetők végre megköszönjék a munkáját! Januártól újra munkába áll Jürgen Klopp, aki azonban egyelőre nem edzőként tér vissza a labdarúgás világába. Az 57 esztendős német szakember az elmúlt 9 évben a Liverpool-t irányította, amelyet idén nyáron azzal az indokkal hagyott el, hogy elfáradt, és ezért a következő egy évet pihenéssel szeretné tölteni. Ezért is okozott nagy meglepetést az a tegnap délelőtt a Sky Sport Germany újságírója Florian Plettenberg által közölt exkluzív hír, miszerint Klopp aláírt egy hosszú távú szerződést a Red Bullal, amelynek értelmében 2020 január 1 ő lesz az energiaitalokat gyártó cégcsoport futball részlegének új globális vezetője. Ezt az értesülést pedig nem sokkal később a Red Bull hivatalosan is megerősítette, amely szerint a német szakember a cég nemzetközi futballklub hálózatát fogja felügyelni, amelybe jelenleg a következő egyesületek tartoznak. A német RB Leipzig, az osztrák Red Bull Salzburg, az amerikai New York Red Bulls, a brazil Red Bull Bragantino és a Red Bull Brazil, az angol Leeds United, valamint a japán Omiya Ardia. Ugyanakkor a kommunikéből az is kiderül, hogy Klopp nem fog részt venni az előbb felsorolt klubok mindennapi működésében, hanem az Egyesületek sportigazgatóinak a segítése lesz az elsődleges feladata, támogatva őket a Red Bull filozófiájának előmozdításában. Emellett pedig részt fog venni a cégcsoport fiatal játékosok felfedezésére irányuló globális tevékenységében, valamint az képzésében és fejlesztésében is. És bár arra nem tért ki a közlemény, hogy Klopp mennyi időre kötelezte el magát, egyes források szerint négy évre írt alá, állítólag azzal a kikötéssel, hogy a megállapodást minden következmény nélkül egyoldalúan felbonthatja, ha időközben felkérik a német válogatott szövetségi kapitányának. Németországban egyébként nem igazán nyerte el az emberek tetszését Klopp ama döntése, hogy elfogadja a Red Bull ajánlatát. Egyesek szerint ugyanis ezzel elárulta a tradicionális futbalt, amelyet klubedzőként mindig is védett. Klopp a Red Bullhoz igazolva lerombolta a saját nimbuszát és mindent megtorpedózott, amit a szurkolók szerint képvisel. Az ő szemükben Klopp látszólag paktumot kötött az ördöggel. Pillanatok alatt ledöntötte a saját szobrát. A német futball karizmatikus alakjaként kialakult imázsa súlyosan megsérült. Ez az ember, akit a nemzet futballszurkolói tömegesen csodáltak, mindenkit megdöbbentett. Ez az ember talán nem is szereti annyira a futballt, mint azt mindig is hangoztatta a például Klopról a T-Online újságírója von William Lying. A legjobban természetesen a Dortmund szurkolók akadtak ki a tréner újállása miatt, hiszen kedvenc csapatuk korábbi sikeredzője, így a klub egyik nagy riválisát, a Németországban oly sok mindenki által utált RB Leipzig munkáját is segíteni fogja. Ennek következtében pedig a közösségi médiát elárasztották a BVB drukkerek klubpocidalmazó hozzászólásai és bejegyzései. Ezzel pedig a mai összeállításunk végéhez érkeztünk. Ha tetszett a videó, akkor nyom rá egy lájkot, ha pedig új vagy itt, akkor iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a foci világ legérdekesebb történéseiről.